Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a szentmisét Mónika és Zsolt testvéreinkért házasságukért ajánlom föl. Mai napon Szent Joakimnak és Szent Annának az emléknapját üljük. Jézus nagyszülei, Szűz Máriának a szülei. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Urunk, atyáink, Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült fiad édesanyja. Kettejük imájára ad, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Nevük él nemzedékről nemzedékre. Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket, nemzedékeik sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jó tetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el, mert ivadékaik és kedvükért még fiaiknak fia is az isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe. Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet. Ez az Isten igéje. Az Úr úgy őriz minket, miként nyájára pásztor. Az Úr úgy őriz minket, miként nyájára pásztor. Halljátok az Úr szavát, nemzetek, a távoli szigeteken is hirdessétek. Aki szétszórta Izraelt, összeért gyűjti, és őrzi mi két nyáját a pásztor. Az Úr úgy őriz minket, mi két nyáját a pásztor. Mert az Úr Jákobot megváltotta, és kiszabadította a zsarnok kezéből. Eljönnek és örömükbe fújoganak Sion helyén, az Úr javaiért hálát adni jönnek. Az Úr úgy őriz minket, miként nyáját. A leányok akkor örömükben gördláncot rejtenek, az ifjak és öregek velük vigadnak. Gyászukat örömre fordítom, fájdalmukban megvigasztalom és felvidítom őket. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, és nem láthatta, kívánta hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Szent Joakim és Szent Anna nepe van, vagy emléknapja van.
A Szentírás nem említi meg őket, egy apokrif evangéliumból hallunk róluk, vagy ismerünk, és így megőrizte számunkra a hagyomány, hogy ők voltak a szűzanyának a szülei. Az életükből annyit lehet tudni, vagy sejteni így, hogy sokáig várakoztak, nem volt gyermekük. Náluk is megtörtént az, ahogy, amit több esetben is, ugye, amit olvasunk a Szentírásban, hogy azok, akiknek valami nagy ajándékot készített az Úr, egy darabig nem született gyermekük. Várakoztak. Úgy tűnt, hogy nem történik semmi, és hát ők is körülbelül egy 20 évet vártak, és nem született gyermekük. És ebben az időszakban része volt Joakimnak megaláztatásban is emiatt, hogy hát biztos bűnös, mert hogy nem születnek gyermekeik, és a bűneik büntetése miatt van ez. Ugyanakkor viszont része volt mennyei vigasztalásban is, amikor teljesen elkeseredett, végső kétségbeesésében elbújdokolt, és angyal jelent meg neki, és az vezette vissza, hogy nem ez a jó megoldás, és nem ez az út, hanem térjen haza, és adott egy jelet is neki, ami megerősítette abban, hogy lesz majd gyermekük, és hogy be fog teljesedni az a várakozás, amire várnak. Szent Joakim és Anna várakozó szentek, olyanok, akik sokáig vártak arra, hogy valami beteljesedjen az életükben, és hogy az életük gyümölcsöt hozzon. És talán a mai kor emberének ez különösen is fontos, hogy megértsük azt, hogy még az idősebb generáció még csak-csak tud várni, de ahogy egyre fiatalabb generációkhoz érkezünk, azt látjuk, hogy egyre kevésbé tudunk várakozni. Gyorsan, rögtön történjen meg az, amit akarok. Mert hogy van ott az internet, azt megszokjuk, és akkor... De ugyanígy a lelki életben is, hogy Istenem, add meg nekem. Miért nem adtad még meg? Már egy perce várok. Tehát, hogy meg kell tanulnunk várakozni. Mert amikor Isten valami nagyot készít az életünkben, akkor arra van egy hosszú-hosszú várakozási és fölkészülési idő. És ez a várakozás és fölkészülés, ez nem olyan azért, mint a rendelőbe a váróterem, hogy akkor csak ott ücsörgünk és várunk, hanem ez bizony adott esetben olyan eseményekkel, megpróbáltatásokkal is meg lehet tűzdelve, amik kellemetlenek az ember számára, mint ahogy Joakimnak vagy Annának a megaláztatás. Ugyanakkor ott vannak a mennyei vigasztalások is, tehát hogy Isten ad a kegyelem fényének a felvillanásai is ott vannak, amik viszont megerősítik az embert, és azt mondják, hogy tarts ki, mutatja az irányt, hogy ne csüggedj el, maradj itt, mert ha kibírod, kitartasz, jó lesz. És ez része az életünknek. Egyszerűen azért, mert Isten nem arra teremtett minket, hogy valamiféle földi kényelem, jó érzés vegyen körül bennünket, hanem ennél többre teremtett minket az Isten. És ehhez a többhöz viszont az a helyzet, hogy ez fel kell, hogy nőjünk. És ez a felnövekedés, ez az, ami küzdelemmel és átalakulással jár együtt. Tehát ez az, amit meg kell értenünk, hogy ezért van szükség az életünkben a várakozásra, mert a várakozásban Isten kegyelme dolgozik bennünk, formál bennünket, és arra a nagyobb jóra előkészít bennünket, hogy arra alkalmasak legyünk annak a befogadására. Előkészít minket Isten. Mi az, amit magunkkal vigyünk Szent Joakim és Anna emléknapjából? Egyrészt ezt, hogy ne legyünk, tehát hogy legyünk készek a várakozásra, hogy Isten, és hogy a hitünk igazságaiból van, tekintsünk magunkra, vagyis az, hogy Isten mindannyiunkat egy gyümölcstermő életre teremtett meg. Tehát mindenki arra van alkotva, hogy az élet egy gyümölcsöt hozzon. És hogyha eddig nem hozott gyümölcsöt, vagy úgy érzi az élet, hogy eddig nem volt semmi értelme, vagy különösebb gyümölcse az életemnek, akkor várakozzak, és hogy figyeljek Istenre, hogy azok a körülmények, azok a dolgok, amik történnek velem az életemben, azok által mire tanít engem Isten? Mi az, amit meg akar velem értetni? Vagy mi az, amit farag rajtam? Mi az, amit átalakít bennem? Mi az, amit megdolgoz bennem Isten? És így tudjuk, többek között így tudunk együttműködni Isten kegyelmével, hogy valóban gyümölcstermő legyen az életünk. Tehát mindenkit Isten arra alkotott, hogy gyümölcsöt hozzon az életünk,
és ezen Isten dolgozik is, és ennek megfelelő körülmények és események történnek velünk, tehát, hogy ezek is rendben vannak, nem baj az, hogyha ezek nehezek, akkor is rendben vannak ezek a dolgok. A kérdés az az, hogy én hogy állok hozzá. Hagyom ezeket hatni magamra, megkérdezem Istentől, hogy Uram, mire tanítasz ezzel engem, mire vezetsz ezzel engem? Vagy pedig ellenállok, ágálok ellene, és nem engedem, hogy Isten kegyelme formáljon és alakítson, vagy kevésbé engedem. Kérjük Szent Joakim és Szent Anna közbeni járását, segítsenek imáikkal bennünket abban, hogy tudjuk valóban így gyümölcsöző módon befogadni Isten kegyelmét. Amen. A boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás mindig elevenen éljen keresztény családjaink körébe. Add meg egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítást. Segítsd a világ népeit, hogy nagylelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedékek testi-lelki jólétéről. Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék és gondosan neveljék őket. Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartók pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak gyermekeik nevelésére. Ajándékozz a nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket leljék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre keresztény nevelésükben. Jutalmazd meg a szülők és a nagyszülők gondoskodását örök boldogsággal, a gyermekek engedelmességét pedig hosszú élettel. Gondviselő Istenünk, Te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A boldogságos Szűz Mária szüleinek közbeni járására adja gyermekeknek példás életű édesapákat és édesanyákat, a szülőknek pedig hálás gyermekeket, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom s a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk
kérünk, Istenünk, fogadd el hódoló adományainkat, és add meg, hogy részünk legyen abban az áldásban, amelyet Ábrahámnak és ivadékának ígértél, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad. Hogy fölbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus, a mi Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, adjatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színedet adhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk,
Gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sosát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsánkkal együtt. Emlékezz meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolok és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak és meggyógyul az élet. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned,
imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, aki azt akartad, hogy egyszülött fiad embertől szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőled, kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan az Isten gyermekség lelkével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.